Dr. Elekes Tibor, a Miskolci Egyetem Földrajz Intézetének egyetemi docense. Nős két gyermeke van. A nevem Elekes Tibor, a Miskolci Egyetem docense vagyok. Székelyvárhelyen születtem 1961-ben, és elemiskoláimat, meg középiskolát is szülővárosomban végeztem. Majd ezt követően Kolozsváron a Vámbesbolyai Tudományegyetemen szereztem földrajz francia szakos oklevelet. Ezt követően Székelyvárhelyi középiskolába tanítottam, a Kós Károlyi középiskolába. Majd jött a 89-90-es váltás. Ezt követően még mindig ugyanott dolgoztam, viszont beiratkoztam a Pécsi Tudományegyetem doktoriskolájába. Ott szereztem egyetemi doktorátust, amit hát sajnos ugye nem ismertek el Romániában doktorátusnak, nincsenek meg a megfelelője. Ezt követően ugyancsak a Pécsi Tudományegyetemre iratkoztam be, PhD fokozat megszerzésére, és ezt sikeresen el is végeztem, 2001-ben summa cum laude minősítéssel. Persze ekkor a Pécsi Tudományegyetemen voltam, mint doktorjelölt és oktató is, majd ezt követően 2002-től dolgozok a Miskolci Egyetemen, az ottani Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézetében, először mindegyetemi adjunktus, most pedig 2005-től egyetemi docensként tevékenykedek. A Miskolci Egyetem Földrajz Intézetének oktatójaként az általam oktatott tárgyak részben távabb szülőföldemhez kapcsolódnak, így Székelyföldhöz, Erdélyhez, de vannak olyan tárgyaim is, amelyek egész Kárpát-medencét felölelik, természet és társadalom földrajz egyaránt, illetve mindig is fontosnak tartottam azt, hogy az általam megszerzett szakmai és egyéb tapasztalatok, amelyek mondjuk a tanulmányzott területhez kapcsolódnak, azokat minél szélesebb körbe terjesszem, ismertessem. És ebben a gondolatmenetben most már jó pár éve a földrajzos hallgatókon kívül a Miskolci Egyetemen műszaki földtudományi karos hallgatók, meg közgazdász hallgatóknak is tartok például erdélyi kurzust, előadást, ez persze nekik választható tárgy. Ezen túlmenően fontosnak tartom a földrajzoktatásban az elméleti oktatás mellett a gyakorlati dolgokat is. Ez azt jelenti, hogy évente több tanulmányutat szervezünk Budapest és környékére is, de hát én előszeretettel inkább Erdélybe viszem a hallgatókat, de nyáron 10-12 napra a kisebb csoporttal, és ez számomra is nagy elégtételt jelent. Az oktatás mellett, amit a Miskolci Egyetemen bonyolítok le, emellett megtiszteltetésnek vettem azt, hogy a Kolozsvári Vámbesbolyai Egyetemen, ahol én annak idején végeztem, ott is fölkértek, fél évente tartok egy-egy előadást, sorozatot lényegében ugye az ottani magyar nyelvi oktatás segítségére. A kutatásaim terén környezetem mindig is elfogadta azt, hogy azzal a területtel foglalkozok, ami hozzám közelebb áll, amihez inkább értek. Ebből kifolyólag ugye inkább Székelyföld a kutatási területem. Erről a területről készítettem például 135 térképet, ezek közigazgatási jellegű térképek, a legrégibb időktől mondjuk 13-14. Századtól egészen napjainkig terjedő időszak, és hát örömmel ezt tudjuk, úgymond közkincse is bocsájtottam, amihez bárki hozzáférhet és használhatja a tanulmányai során. Rengeteg visszajelzés van, hogy ez tényleg jól sikerült dolog. Ezen túlmenően jelent meg könyvem is, ugyancsak Székelyföld három kis térségével kapcsolatosan, földrajzi tényezők szerep a település fejlődésben címet viselő könyv,
Illetve egy kicsit az oktatás és ezek az ismeretek tágabb környezetbe, tágabb térségbe való terjesztéséhez kapcsolódik. Az a könyvem is, ami a kartográfia kiadónál jelent meg, ez egy erdélyi útikönyv, de én szerintem ebbe több van, mint egy útikönyvben. És hát ez most az idén 9. kiadást éri meg. Az egyetemi doktorátus témaköre az egy székelyföldi kis tájat foglalt magába. Ezt a munkát sikeresen elvégezve summa cum laude minősítést kaptam, majd 2001-ben szereztem meg a PhD fokozatot, az ott elvégzett munka ugyancsak summa cum laude minősítéssel lett értékelve. A PhD fokozatra készített diszertációm rövidített formában, könyvformában is megjelent. Ez Magyarországon jelent meg, viszont úgy gondolom, hogy tartalmában egyfajta kapocs lehet, szakmai kapocs is, mondjuk az anyaország és az erdélyi térségek között. Eddig 2014-ig 90 publikáció jelent meg, amit már említettem, ez ugye elsősorban a kutatási területemhez kapcsolódik, tehát térségben is jó lehatárolható területről van szó. Ezeknek a publikációknak jelentős része Magyarországon jelent meg, egy részük pedig Romániában. A már említett 135 térképen, saját készítős térképen, az lényegében Kolozsvára jelent meg. Hát az egy, mondjuk úgy, mai modern könyvnek is megfelelő kiadvány lenne, amire mutatni hát büszke is vagyok. Az eddigi tevékenységem során sikerült úgy erdélyi, mint magyarországi szakmai szervezetek munkájába bekapcsolódni. Az Erdélyi Múzeum Egyesületnek tagja vagyok, már 1992-től Magyarországon a Magyar Földrajzi Társaságnak, 96-tól vagyok tagja, és a PhD fokozat megszerzése után a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaként is nyilván vagyok tartva. Ezen túlmenően hosszabb, rövidebb ideig részese voltam olyan kutatócsoportoknak, amelyek bizonyos területek tanulmányozásával foglalkozott. Jelenleg éppen egy Székelyföld története kiadvány van előkészítés alatt, egy 15 szerzős, főleg történészekbe álló csoport készíti ezt elő, és én itt a földrajzos és a térképekre vonatkozó munkát végzem el. Tevékenységem során lehetőségem volt mások szakmai elismerésében is részesülni. Ez azt jelenti, hogy a 3 évre megkapott Bolyai ösztöndíj lezárásaként a Bolyai plakettet megkaptam 2010-ben. Aztán a Magyar Földrajzi Társaság Pro Geográfia díjában ugyancsak részesültem az oktatási és a erdélyi tanulmányoknak minőségi elvégzése miatt, és a tavaly 2013-ban ugyancsak egyfajta elismerésként veszem azt, hogy a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományi Egyetemen az ottani magyar karok úgy gondolták, hogy összeállítanak egy kis kiadványt, ami ott végzett olyan emberekről szól, akikre a mai fiatal generáció esetleg fölnézhet, példakép lehet, és megtiszteltetés volt, hogy én is ebbe a társaságba, csoportba bekerültem. Most már több mint 10 éve Miskolcon élek családommal, feleségemmel együtt neveljük 2 közös gyerekünket, Botondot és Rékát. A lehető legtöbb időt töltünk el velük, mi családközpontú életet próbálunk élni. Egy kicsit a korábbi évtizedek tapasztalásait, megéléseit próbáljuk átadni a gyerekeinknek is. Nálunk eléggé erős az anyanyelvi kultúrához való kötődés, a tánc, a zene, az éneklés, ezen túlmenően a természet szeretetre való nevelése is próbálkozunk a gyerekeinkkel.
és ezen kívül szabadidőnkben elég sokat szoktunk utazni, és hát nem csak Erdély fele, hanem próbálunk tágabb térségeket is bejárni.